A Győri Baross Gábor iskola rendezi idén a pénzügyminisztérium országos szakmai tanulmányi versenyének döntőjét a pénzügyi számviteli ügyintézők körében. A rangos esemény megtartására az iskola már 2019-ben pályázatot nyert, azonban az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt nem tudták megtartani a megmérettetést. Az idei döntő megnyitóját hétfő délután tartották a győri intézményben, ahol a következő napokban 60 tanuló ad majd számot tudásáról. Ebben az egy szakmában versenyeznek, de mégis kétféleképpen a diákok. A tanulók egy része még a régi OK és képzés szerint tanulja ezt a szakmát, a másik része pedig már az új szakmai edzék szerinti képzésben tanul. Így kétfelé válik maga ez a verseny. A mai nap az OK-s versennyel kezdődik, holnap kezdik a szakmai edzék szerinti képzésben tanulók. Az eseményen dr. Dézsi Csaba András a versenyzés fontosságára hívta fel a figyelmet. A város polgármestere arról beszélt, aki többször megméretteti tudását, az a saját szakmájában is előrébb juthat. A mai világnak az egyik legfontosabb része, nem a legfontosabb, de az egyik nagyon fontos része, a verseny. Versenyzünk már gyerekkorunkban, akik például sportolnak, sportversenyeket kisgyerekkorunktól, versenyzünk a iskolában, mint ahogy látjuk most önök is, versenyzünk a felsőfokú felvételért, és utána pedig a szakmában is egyfajta versenyzés van azért, hogy a legjobbak legyünk. És aki szeret versenyezni, és aki törekszik arra, hogy a legjobb legyen valamiben, a szakmájában, a választott szakmájában, az előre fog jutni. Akik pedig elmaradnak a versenyben, ők kevésbé lesznek talán sikeresek, kevésbé lesznek boldogok, ha csak elmeszűnik annak a tapasztalatai okait, hogy miért nem sikerült ez a verseny. A 2020 óta tartó járványhelyzet rendkívüli nehézségeket okozott a pénzügyi szektorban. Erről már a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára beszélt. Nehéz időszak van mögöttünk, nem csak a diákok, hanem mi számviteli, adózási szakemberek is nagyon nehéz időszakot tudunk magunk mögött. Ez nem csak a szakmabeliekre vonatkozik, hanem ránk, minisztériumban dolgozókra is ugyanígy igaz. 2020-ban szembesültünk egy olyan válsággal, amelyet nem, hogy a közgazdászok három hetede nem látott előre, de nem látott előre szinte senki. Hiszen ez nem egy közgazdasági válság, ami ránk szakadt, hanem egy egészségügyi válság. És ha jól emlékszem, a 1919-20-as spanyol nátha óta ilyet nem tapasztaltunk. A helyettes államtitkár hozzátette, a nehéz gazdasági helyzet rámutatott arra, milyen nagy szükség van a számviteli adózási szakemberekre. Az országos megmérettetés döntője egyébként csütörtökig tart. Ez idő alatt a versenyzőknek különféle programokkal is készült az iskola, így többek között az ország több pontjáról érkező tanulók a várossal is megismerkedhetnek.